Üdvözlök mindenkit! Ez a homeopátiás egyszer egy Viktóriával. Ebben a videóban az allergiáról és annak a kezeléséről lesz szó. A szénanátrát tüsszögés, orrfolyás, könnyező szemegdugulás, viszketés, az orr és a szem az arcüregnyomás jellemzi. Az orrdugulás az egyik orrjukból a másikba mozog, kimerítő tüsszögési rohamok és a kínos viszketés a szájpadláson. Míg a szénanátha leggyakoribb oka a fű vagy a fa pollenjeinek allergiája, a porok, gombaspórák állati szőrbelégzésével azonos tünetek jelentkezhetnek. Ha a szénanátha tünetei szezonálisak, megjelenésük időzítése attól függ, hogy milyen típusú por okoz allergiás reakciót a betegben. Az első virágpor, amely évente megjelenik, a fa pollenje, amely kora tavasszal szénanátrát okozhat, attól függően, hogy milyen súlyos volt a tél. A szezon későbbi szakaszában, jellemzően a nyár közepén, a fűporok rövid időre megjelennek, majd parlagfű pollen követi őket. A gombaspórák a nyár közepétől késő őszig terjednek a levegőben. Ezek a legvalószínűbb allergének, amelyek egész évben jelen vannak a levegőben, időnként problémát is okozhatnak, és úgy tűnik szezonális tünetet okoznak. A szénanátha gyakori tünetei tüsszögés, orrfolyás vagy vizes orr, vizenyős szemek, orrdugulás, égő szemek, orrviszketés, a lágy szájpadlás viszketése, szemviszketés, a szem vörössége és duzzanata, orrcsöpögés. De most nézzük, milyen homeopátiás szerek lehetnek a segítségünkre. Az Allium cepa ebben az esetben a szem és az orr úgy csöpög, mint egy csap. Erőszakos tüsszögés bőséges, vizes, fanyar váladékozással jár. A felső ajkak megduzzadhatnak az irritáló nyáktól. Erős a könnyezés. Fényre érzékeny a szemek, és a tüsszögés súlyosbodik, amikor a beteg belép a meleg szobába, az orrfolyás köhögéssel, rekedtséggel és fejfájással, kifejezetten frontális fejfájással jár. A dulkamara. Állandó tüsszögés, bőséges orrváladék és könnyezés jellemzi, különösen még augusztusban, mivel a nyár őszre változik. Az orr hidegben és nedves levegőben teljesen bedugul, a fejfájás az orrváladék ki nem ürítéséből ered. Az időjárás hirtelen változása melegről hidegre, újonnan kaszált fű vagy széna kitettsége ront az állapoton. Az eufrázia, bőséges, fanyar, könny a szemből, viszont az orrváladék enyhe. A szem folyamatosan könnyes, gyakori a pislogás, égő, duzzadt szemhéjak. Ragadós nyálka lehet a szaruhártyán. Ebben az állapotban a betegek kerülik az erős fényt. Jellemző a szem szárassága és ennek az erőszakos viszketése. A kálium bichromikum sűrű, tapadós, zöldes-sárga nyálka az orrból és a torokból, mely nagyon nehezen ürül. Száraz az orr, fájó, telt érzéssel az orrcsontokban és az orr melléküregekben. Nátrium muriaticum, az 1-3 napig tartó bőséges vizes orrváladék, majd olyanná változik, mint a tojásfehérje. Az orr bedugul, és nehezen lélegzik a beteg. A dugulás váltakozik az orrfolyással. Íz és szagvesztés is jellemző. Kalapáló, lüktető fejfájás kifejezetten a szem felett. Megduzzadhatnak a szemhéjak, és a belső szemzugok viszketnek. Pulzatilla, mely bőséges, sűrű, krémes, sárgászöld, nyárkás orrváladék jellemzi. Duzzadt az orr, rosszabbul vannak a meleg szobában, zárt térben, valamint fekve, viszont jobban vannak a szabad levegőn.
Gyakori a tüsszögés, fájnak az orrjukak az orrszárnyak kisebesedése miatt. Vörös, viszkető, duzzadt szemhéjak jellemzőek, és bőséges könnyezés jelentkezik. Általában ezek a betegek elég könnyen sírnak, nagyon érzékeny emberek, változékony kedélyállapot jellemző rájuk, és nagyon ragaszkodóak. A szabadilla, tüsszögés, heves rohamai az orr belső viszketéséből, bizsergéstől és csiklandozásától jelentkezik. Az orrváladék bőséges és vizes. A látszájpadlás viszket és szagokra nagyon érzékeny a beteg. Szájszárasság jellemző, viszont a beteg nem szomjas. Remélem, hasznos információkkal szolgálhattam ebben a részben is, és ha már meg is történt a probléma, biztos kezekkel nyúlnak a házi patikájukba kiválasztva a tüneteikre leginkább megfelelő homeopátiás készítményt. Gyógyuljunk természetesen, mellékhatásoktól mentesen. Találkozunk a következő epizódban, ahol egy újabb érdekes témát járunk körbe. A viszontlátásra!